Szervusztok! 2023. június 21-e van, szerda, kora délután. A mai előadásomnak, a mai bejelentkezésemnek azt a címet adtam, hogy tekinthetjük akár Orbán Viktor egyik jól bevált terrorszervezetének is az állami számvevőszéket. A mindennapokból tudhatjátok, és hát ez egy köztudott, ha úgy tetszik a marketingben, hogy nagyon fontos egy figyelemfelhívó cím. De kérem, hogy fogadjátok el tőlem, végignézhetitek a ma már több száz videómat, hogy miközben figyelek arra, hogy a cím figyelemfelhívó legyen, arra még inkább figyelek, hogy a valóságot tükrözze. Hogy a valós véleményemet, a valóságnak megfelelő súlyt tükrözze. Ugyanis nagyon komoly gondjának tartom ma a magyar társadalomnak, hogy egy kicsit elfásultunk. Vagy elfásultak nagyon sokan, vagy elfásult a magyar társadalom többsége. Elfásultak és a nagyon-nagyon fontos dolgokra. Azokra is, amelyen a jövőnk, a gyermekeink és unokáink jövője múlik, már azok fölött is átlépünk. Ha csak annyit hallunk, hogy az állami számvevőszék szabálytalanságok miatt 3,2 milliárd forint büntetést javasol kivetni a 2022-ben összefogásként indult ellenzéki pártok mindegyikére, közösen, bárhol behajthatóan. És a 3200 milliárdtól sem kábulunk már el, pedig valami igen gigantikus összeg. Valami olyan fantasztikus összeg, amelyet, ha 10 évvel ezelőtt hallunk, talán nem is hisszük el. De ma már mindenképpen valószínűsíthetőnek lehet mondani, hogy az orbáni NER rendszer működése ki is kényszeríti azt a lopáskényszert, hogy a magyar közpénzekből valószínűleg nem egy, hanem több ezer milliárd forintnyi nagyságrendet kell ellopni a különböző módon, különböző akciókkal, különböző cselekedetekkel a magyar közpénzekből, és ez vezet ahhoz, hogy az Unióban ma már Magyarország a legszegényebb ország, a magyar emberek a legszegényebbek, a magyar emberek vásárló ereje a legkisebb, a magyar vállalkozásoknak maradt a legkevesebb pénze a fejlesztésre, ezért folyamatosan a versenyképessége is mind-mind esik vissza, pedig ennél mi sokkal, de sokkal jobban álltunk, nem csak 1990-ben a rendszerváltás idején, hanem 2010-ben is, egy óriási pénzügyi válság után is a magyar gazdaság, a magyar állampolgárok életszínvonala egy nagyon nagy pénzügyi válságot követően is sokkal magasabb és sokkal kedvezőbb volt, mint az azóta eltelt, mindahol milyen helyzetbe került Orbán Viktorral az azóta eltelt 13 év alatt. Éppen ezért, bár az még talán megüti az emberek fülét, hogyha terrorszervezetnek nevezek valamit, de tényleg nevezhetem annak. Mielőtt ezt az elnevezést úgy gondoltam, hogy közkincsé teszem, azt megelőzően megnéztem a magyar értelmező kézi szótárt, hogy pontosan meg tudjam nektek mondani, hogy mit jelent egy terrorcselekmény. Mert nyilván a terrorcselekmények elkövetőit lehet terroristáknak és terrorszervezetnek elnevezni. És az alól futó szövegben majd visszatérően, a mostani bejelentkezés során többször is elolvashatjátok a értelmező kéziszótárnak a pontos szövegét, de azt gondolom, hogy pontosan adom vissza a tartalmát, amikor azt mondom, hogy az a terrorcselekmény, amelynek a célja politikai, amelyet politikai szervezetekkel szemben követnek el általában, fizikális vagy nem fizikai módon, de mindenképpen azzal a céllal, hogy valamelyik más politikai irányzat érdekében lehetetlenítsék el, teljes mértékben lehetetlenítsék el azokat a politikai szereplőket, vagy fellépőket, vagy szervezeteket, akik kritizálják a preferálni a terrorcselekménnyel támogatni kívánt politikai pártot, jelen esetben a Fideszt. És akiket el akarnak lehetetleníteni teljes egészében,
terrorcselekménnyel, és ezt majd még külön elmagyarázom, a terrorcselekménnyel, azaz a hat ellenzéki párt és az egy plusz ellenzéki mozgalom, aki 2022-ben legalábbis megizzasztotta az Orbáni rendszert. Nem a választás végeredménye, mert azt egy óriási választási csalás sorozattal, amit éveken keresztül készített elő és alkalmazott akkor, és alkalmaz ma is az Orbáni rendszer, azzal egy olyan jelentős támogatottságot, na nem kétharmadost, hanem 54%-os társadalmi támogatottságot kapott, amely az Orbáni szervezetnek vagy bűnszervezetnek a saját szabályai szerint a mandátumok kétharmadát jelenti a mai napon. Miért gondolom én azt, hogy az ellehetetlenítés az az emberi jogokat sérti, akkor is, ha az semmi más, mint egy büntetés, egy vagyonelkobzás, a pénzügyi lehetőségnek a vagyonelkobzása. Amikor az emberi jogok egyezményét elfogadták sok évtizeddel ezelőtt, akkor úgy gondolkodtak, hogy az emberi jogok, és mindig alatta értették az emberek által létrehozott szervezetek jogait is, lehetett az politikai szervezet, civil szervezet, mozgalom, vállalkozás, azt mindig ide értették az egyezményben, hogy ezek a jogok csak a büntetőjog területén működnek. Például arra kell legjobban vigyázni, hogy valakitől ne lehessen elvenni az emberi szabadságát azáltal, hogy börtönbe zárják. Majd nagyon gyorsan rájöttek az államok, és nagyon gyorsan az legelső módosítás, akkor az Európai Emberjogi Egyezménynek, a legelső módosításának a legelső cikkeje már azt fogalmazza meg, hogy ja, nem csak úgy lehet valakit ellehetetleníteni, teljes mértékben az emberi és szervezeti méltóságától, életképességétől megfosztani, ha kivégzik jogtalanul, vagy börtönbe zárják és a szabadságától megvonják jogtalanul, hanem akkor is, ha az emberi méltósághoz szükséges anyagi javaktól fosztják meg. Tehát ahhoz, hogy ami a célja, amiért létezik, amit csinálni akar, legyen ez családvállalkozás esetében, nyilván a vállalkozásnak a működése, hogy fejlődhessen, versenyképes legyen, stb. Az ehhez szükségesen, ha elveszik az anyagi hátterét és forrásait, akkor azt a méltóságát veszik el, hogy szereplője méghozzá, fontos szereplője lehessen a társadalomnak, mint ember, vagy mint vállalkozás, vagy mint politikai szervezet, vagy mint civil szervezet. Úgyhogy teljesen egyértelmű az emberi jogok egyezményéből, hogy a tulajdonottól, a vagyonottól, a finanszírozás képességettől benben való ellehetetlenítés az az emberi jogok súlyos, drasztikus és nagyon súlyos megsértése. Tehát aki ezt a cselekményt elköveti, márpedig az állami számvevőszék legújabb aljassága, a napokban közzétett javaslata, mely szerint megvizsgálta a gazdálkodását, a választások alatti gazdálkodását a 2022-ben a Fidesszel szemben fellépő, őt mondom megijesztő, előtte mindenképpen meleget érzett, ugye forróságot érzett, mert elbizonytalanodott, hogy meg tudja tartani a hatalmát, ebben a körben rengeteg intézkedés hozott, el tudja lehetetleni teljes mértékben, annak érdekében, hogy megfélelmítéssel és az anyagi ellehetetlenítéssel semmilyen lehetősége ma maradjon, például a 2024 koranyarán esedékes önkormányzati és európai parlamenti választásokon. Ez az összeg, amit kiszabott, majd később térnék rá, vagy egy pár perc vagy pillanatokon belül majd rátérek, ez a 3,2 milliárd nem csak jogsértő, az nem érdekes. Mint hogy ebben a pillanatban nem arra helyezem a hangsúlyt, hanem ez a teljes ellehetetlenítés jelenti, hiszen az érintetteknek az éves, teljes bevétele, tehát amiből a működésének bármelyik elemét finanszírozni tudja, nem éri el ezt az összeget, ennél kevesebb. Tehát nyilvánvalóan egy 2022-es választás után amúgy is kiürült a kasszájuk, tehát tartalékokkal sem rendelkeznek, de ha most elvonom tőlük azt az összeget, amely a következő egy év, azaz például a parlamenti választásokig még hátralévő idő teljesen lefedi,
azt hiszem júniusra van kiírva, és most is júniusban vagyunk, 2024-ben, ha az összes pénzétől megfosztom, akkor a működését ellehetetlenítem, gyakorlatilag képtelen lesz érdemben, vagy bármilyen módon, még akár nem is csak érdemben, hanem bármilyen kis mértékben is, akár az önkormányzati választásokon részt venni, akár az Európai Unió parlamenti választásán részt venni, és onnan a Fideszt háttérbe szorítani. Mind az önkormányzatokban, ahol élünk a mindennapjainkban, mind az Európai Unió parlamentjében, ahol már egyébként a Fidesz parlamenti képviselői ott vannak, de persona grátaként vannak ott, nem kívánatos személyként, nem állnak velük szóba, nem beszélnek velük, nem hallgatják meg őket. Felszólalhatnak, mert ez benne vannak a szervezeti szabályzatban, szavazhatnak, ha akarnak, de a véleményük semmi, mert egy olyan társadalmat, egy olyan diktatúrát képviselnek, olyan bűnszervezetnek a kiszolgálói, amely teljes mértékben összeegyezhetetlen az Európai Unió értékeivel. Éppen ezért komoly esélye van per pillanat még, és volt az ellenzéki pártoknak, hogy 2024-ben drasztikus, egy totális vereséget mérjenek a Fiatal Demokraták, úgy tetszik a Fidesz-KDNP pártszövetségre, a Fiatal Demokrata szó már régen nem illik ugye erre a szervezetre, pártszövetségre, mert elég nehéz azzal kampányolni, hogy Brüsszel bombáz minket, azzal az egyre egyértelművé vált cselekménnyel, hogy Orbán Viktor ki akarja vezetni Magyarországot az Európai Unióból, de mindenképpen minket küldjetek oda az Európai Unióba képviselőként, Magyarország képviselőjeként, amely Magyarország lakosságának a döntő többsége az Európai Unió pártján van, az Európai Unió tagja szeretne lenni, és tagja szeretne maradni. Hát elég komoly kampányt lehet folytatni azzal, hogy olyan képviselőket akarsz-e küldeni 2024-ben az Európai Unió parlamentjében, hogy képviselje a te azon szándékodat, hogy te az Unió állampolgára vagy, és az is akarsz maradni, miközben a minden cselekedete, mindennapi cselekedete, ennek az uniónak a bomlasztása, még mielőtt onnan kilép. Tehát az akaratoddal szemben kilép. Erre nagyon komoly szakampányt lehet fölépíteni. Megérezte ezt Orbán Viktor és a bűnszervezete, és az őt kiszolgáló hatalmi szervezete, közte dr. Vintics László is, amely Orbán Viktor egyik leghűvebb kiszolgálója. Korábban a Nemzeti Bankban, máshol, korábban még máshol tette meg áldott szerepét, okozta az ő cselekedete, az Orbáni rendszer kiszolgálása, például több százezer embernek több százmilliós kárát 2015-ben, 2015-ben, amikor csődbe mentek a broker cégek, és amelyikor működési engedélyt, lehetőséget biztosított a NERT kiszolgáló egyébként bűnözőknek, hogy azok az állam által ellenőrzött pénzpiacon prudensként voltak Vindics László vezetése alatt bemutatva, minden engedélyt megkaptak, olyat is, amikor egy társaság, aminek egyetlen tagja volt, a székhely egy szoba volt, és az alaptőkéje 10 millió forint volt, az éveken keresztül 6, 50 és 70 milliárd forint nagyságrendben kötvényeket bocsájtatott ki, amelyre Vindics Lászlóék azt mondták, hogy ez egy prudens dolog, nyugodtan fektessél be ezekbe a kötvényekbe, és utána ezt mind ellopták tőletek. Tehát, hogy ez a Vindics László most az állami számvevőszék elnöke. És ennek az állami számvevőszék ezt a terrorcselekményt, a megsemmisítési szándékot ma bemutatta, nem ma, hanem tegnap vagy tegnap előtt, közzétette, bemutatta, hogy hát szólaljatok fel vele szemben, ha akartok, és majd utána meghozzuk a végső kötelező döntést, amelyet én mind államhatalom végre is fogok tudni hajtani, mert nem csak arra van lehetőségem, hogy befizetésre kötelezlek, nem csak arra vagyok lehetőségem, hogy végrehajtást rendelhetek el, hanem például a forrásai döntő többségét biztosító állami juttatásokat egyszerűen elvonom, tehát hogy miközben úgymond folyósítom neked, nem a te bank számládra, hanem az ázbírság számlájára fognak ezek a pénzek menni, és ezzel teljes mértékben lehetetlenné tenni dolgokat.
Térjünk azért arra is ki, hogy egyébként jogszerű lehetséges-e az a megállapítás, amit Vindics László tett. Vannak ennek kis novumai, vannak ennek kis érdekeltségei. Van ugyanis a jogalkotásnak egy olyan célja egy demokratikus államban, hogy lehetőség szerint az emberek felismerhessék a saját érdekeiket a választások kapcsán. Ez azt jelenti, hogy ne lehessen eltorzítani az embereket, megtéveszteni, például a médián keresztül. És ennek az egyik megtévesztési módja, ha forrásokat szerzek arra, hogy olyan hirdetéseket, megtévesztő hirdetéseket, stb. Tegyek közzé, amelyben fölülmutatom az én súlyomat, a valós céljaimtól akár eltérő célokat is bemutathatok magamról, és lejárathatom a másikat. Ezért annak a szigorú jogi, olyan jogi szabályok, amelyek korlátozzák ennek a lehetőségét a pénzzel, hogy a pénz uralja a választási eredményeket, olyan jogszabályoknak a létjogosultsága a demokráciában nem nagyon kérdőjelezhető meg. De Magyarországon nincs demokrácia. Ezért Magyarországon, amikor abból indul ki a szabályozás, hogy meghatároz egy viszonylag alacsony költségkeretet a kampányban, hogy ennek utána a 10-20 vagy 100-szorosát tudja az állampárt által preferált rendszer az emberek megtévesztésére fordítani, akkor ebben olyan jogalkotási elemek kerülnek be, amelyek azt mondják, hogy a pártok csak ezt tehetik. Ugye? És akkor hát ezt először ugye a Fidesz felismerte, és a saját maga által a hívei, ha úgy tetszik, akkor a bűntársai által létrehozott civil szervezeteket 100 és 100, vagy 10 és 10 esetenként már több mint 100 milliárdos nagyságrendű pénzzel látta el. És ugye akkor ebből lehetett, hogy esetleg békemeneteket szervezni, és ebből lehetett a Megafonnak, a közösségi szociál média felületén milliárdokat fordítani, annélkül, hogy mögötte nincsen olyan felismerhető, látható gazdasági vagy magánszemélyi erő, aki a forrásait adja. Nem szponzorálásokat kap egyszemélyes állami tulajdonú vállalatoktól, vagy olyan vállalatoktól, amelyet a hatalom arra tud késztetni, hogy ezeket a szervezeket szponzorálja. Ugyanilyen a békemenet szervezése is. És akkor a kampányban 10 és 10 milliárdokat, tehát a pártok által ráfordítható összeg többszörösét fordították ezek a pártok az ellenzék lejáratására és a kormányzó párt, az állampártnak a pozitív oldalára való hirdetési utalásokkal, amelyek egyébként mindkettő hazugság, tehát az állampártnak pozitív tevékenysége nem volt, és az ellenzékre ráhazudott elemek sem voltak igazak, de hát itt az ász azt mondta, hogy hát ezek magán civil szervezetek, én itt nem vizsgálhatok semmit, ez sem igaz egyébként, de hogy én itt nem vizsgálhatok semmit, nem nézhetek meg semmit, és hát ők, nekik joguk van ugyanabban a választási időszakban különböző hirdetéseket tenni, közösségi felületen, plakátokon, vagy bárhol. És amikor felszólítottuk rá az előző választás elcsalása követően az ászt, hogy ezt vizsgálja meg, akkor azt mondta, hogy hát ezt így szabad. Nem helyes, hogy szabad. Kell látni, meg kell látni az összefüggéseket, de nem helyes. Nem volt jogszerű akkor is az a döntés, hogy ezt így nem ellenőrizte. Most azonban azt mondja, hogy mi történt? Ott van a Mindenki Magyarország mozgalom, aki átvette az állami szerepet párhuzamosan. Megjegyzem, hogy az ő párhuzamos, az analógia szabály szerinti fellépését a jog szellemében nem lehet jogsértőnek tartani. Mert a magyarországi jogról köztudomását tett jogelmélet, vagy jogszerűség keretében, ha másik fél számára ezt lehetővé tették, és azt mondták, hogy így szabad, akkor azt mondta, hogy én is civil szervezet vagyok, és ezért elfogadhatok támogatást, egy civil szervezet ugyanis külföldről is elfogadhat támogatást, és én is megpróbálhatom a választás idején az embereket mozgósítani a választásban való részvételre éppen úgy, mint akár elmondani, hogy mit tartanék a helyes választói magatartásnak. És Márki-Zay Péternek és a Mindenki Magyarország mozgalomnak teljes mértékben igaza van.
Mert ha jól működne a magyar jogrendszer, akkor tiltaná ezt a típusú tevékenységet is, de tiltaná a Fidesz által preferált, az állampárt által preferált szervezeteknek is, sőt, tiltaná az államnak is, hogy a választási időszakban úgymond állami tájékoztató jogcím alapján, tájékoztató cím alapján a valóságban a választás befolyásoló hirdetéseket tegyen közzé. Tehát egy valósan működő jogrendszerben ezek nem lennének helyesek, de szükség sem lenne rá. Ha viszont a jogrendszert úgy működteti a magyar állampárt, hogy azt mondja, hogy csináltam magamnak kapukat, ahol be tudom csapni az embereket, meg tudom téveszteni az ő választói akaratukat, akkor az, hogy ezt a kaput más is használja, az teljes mértékben megengedett. Megengedett és jogszerű, fel sem vethető vele szemben a jogsértés. Ez az egyik. A másik elem, hogy ezen is túllépett az állami számvevőszék, és nem tudom én, valami bírósági jogkört is magára vonva úgy gondolta, hogy neki, ha megmagyarázza, akkor arra is joga van, hogy nem a Mindenki Magyarország mozgalmat, akint egyébként az ÁSZ-nak nem is kellene, vagy szabadna ellenőrizni az ő jogfelfogása szerint, nem ő tőle szabom be a bírságot, hanem azt mondom, hogy miután neki a Mindenki Magyarország mozgalom támogatója volt, ezért a támogatott politikai pártoknak az volt a felelőssége, hogy az őket támogató, ha jogszabályt sértett, ha mondjuk jogszabályt sértett, amit nem sértett, de ha jogszabályt sértett, akkor ezért készfizető kezességetek van. Ilyen jogszabály nincsen Magyarországon. Persze holnap reggel lehet, mert ma este Orbán Viktor gond nélkül megteheti ezt. Úgyhogy ma még például, ha ezt a förmedvényt velük szemben, ezt a terrorcselekményt, velük szemben az állami számvevőszék mondjuk meg is valósítja, aminek a valószínűsége nagyon magas. Tehát ha meg is valósítja, ma még fordulhatnak bírósághoz, és nem csak a magyar bírósághoz egyébként, de ma még fordulhatnak bírósághoz, mert ez jogi képtelenség a magyar jogszabályi környezetben is. Na de mi van akkor, ha Orbán Viktor a magyar bíróságokat, amiről lesz egy önálló jelentkezése, már tényleg a hatalmi bűvkörébe vonta? Fontos ennek a megjegyzésekor, hogy akkor is hatalmi bűvkörébe vonta, ha csak arra van lehetősége, hogy a számára fontos ügyekben, bíróság előtti ügyekben legyenek a bírói döntést hozók a legalsó szintől a legmagasabb szintig az Orbáni rendszert kiszolgálói. A többi ügy az megy, ahogy megy. Igazából Orbán Viktor nem kell, hogy érdekelje. De mi van, ha elrontja a bíróságon, és véletlenül a bíróság azt mondja, hogy hát ez felvállalhatatlan. A kúriának a Orbáni rendszerrel elkötelezett tanácsa is azt mondja, hogy ne haragudj, Viktor, de ez elvállalhatatlan. A fővárosi ítélőtáblának Orbán által elkötelezett tanácsai is azt mondják, hogy elnézést, miniszterelnök úr, de ezek vállalhatatlanok. Semmi probléma. Mert este leül az asztalához Orbán Viktor, és a 9. éve fenntartott vészhelyzeti kormányzásban módosítja a törvényeket úgy, hogy ebben az esetben a bírónak az ítéletében úgy kell döntenie, hogy a támogatott készfizető kezességét kell alkalmaznia a folyamatban lévő ügyekben is. Azt mondjátok, hogy ez képtelenség? Hát jogilag képtelenség. De ameddig nem érvénytelenül egy ilyen rendelet és egy ilyen törvényi hely, addig az hatályban van. És Orbán Viktor ezzel élt, például a pedagógus sztrájk idején, amikor látszott, hogy az elégséges, a sztrájk idején való elégséges szolgáltatásban a bíróság nem tud más döntést hozni, mint amit a pedagógusok képviseltek, mert ők egy ugyanazt a elégséges szolgáltatást kínálták az államnak, amelyre egy korábbi ítéletében a fővárosi törvényszék azt mondta, hogy ez az elégséges szolgáltatás, a körülmények pedig nem változtak meg.
Na, a közvetlen az ítélet hirdetés előtt az előbb elmondott gondolata Orbán Viktor rendeletet alkotott, és elmondta, hogy a pedagógus sztrájkok stb. Esetében az elégséges szolgáltatás az az, amit ő abban a perben, az ő lakájai a perben, mint alperesek képviseltek. Ja, és innentől a bíró keze meg volt kötve, ezt a döntést kellett hozni. Ez a nyílt diktatúra. Én többször mondtam nektek, most is megismétlem. A jogalkotás feletti diktatúra az diktatúra minden veszélyében, minden elemében, minden szókincsében az diktatúra. Hogy mennyit használ föl egy diktátor a jogaiból, mikor, milyen körben és milyen szélesen, az az ő szabad döntése, de nem a társadalom döntése. Ezért miután az egy személynek a dönt, ez a diktatúra. Egy személynek vagy egy szűk csoportnak az is diktatúrát, feltétlenül diktatúrát jelentene, de jelen esetben Magyarországon ez Orbán Viktor. És több mint 9 éve ez van Magyarországon. Megkérdőjelezhetetlen a magyarországi diktatúra. Szerintem szakmailag, életvitelszerűen, de akár a ti tapasztalatok alapján is, ez egyszerűen megkérdőjelezhetetlen. Hát ez a főrmenvény van most napirenden. Természetesen most lesz egy kis húzavona, hiszen valamennyi ideje van az ellenzéki pártoknak, mint minden ellenőrzéskor. Ez az ellenőrzés általános szabályai, hogy először kapnak egy jegyzőkönyvet, hogy mit kíván megállapítani a NAV náluk, vagy mit kíván megállapítani az állami számvevőszék, amire észrevételt tehetnek, és a végső határozatot a NAV, az adóhatóság, vagy az állami számvevőszék csak az ő észrevételeik figyelembevételével, vagy figyelemen kívül hagyásával hozza majd meg. De az eddigi gyakorlat az, hogy minden esetben, és ez a NAV-ra is jelentős részben igaz, de most az állami számvevőszékre figyelmen kívül fogja adni, különösen azért, mert ez egy politikai döntés. Nyilvánvalóan a joggal, a demokratikus joggal összeegyezhetetlen, egyértelműen politikai döntés, amelynek célja az regnáló diktatúrát gyakorló politikai hatalom érdekében a vele szemben fellépő politikai csoportoknak a teljes ellehetetlenítése, amely a magyar értelmező szótár szerint terrorcselekmény. A terrorcselekményt végrehajtó pedig terrorszervezet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok, nyilván erre vissza fogunk még térni. Kívánok nektek egy szebb gondolatokkal, vagy szebb élményekkel is teli napot. Ha gondoljátok, hogy fontos volt, és talán eligazodást adott ebben a kérdésben, vagy figyelemfelhívó is volt, tegyétek meg, hogy mások figyelmét is felhívjátok, és osszátok meg minél szélesebb körben ezt az adást. Ha még nem tennétek, akkor pedig kövessétek, az én irányomban jelent egyfajta elismerést, hogy érdemes, még mindig, még ebben a diktatúrában is érdemes ezeket az előadásokat számotokra megtartanom. Még egyszer köszönöm szépen, szervusztok, és egy további szép napot kívánok!